Ezeken a felvételeken a főkapitányság és a főügyészség csütörtöki házkutatási akciója látszik. A hatóságok munkatársai egy időben 12 székesfehérvári és városkörnyéki, valamint egy fővárosi helyszínen gyűjtöttek bizonyítékokat. Az összehangolt munka eredményeként 7 emberrel bővült a korrupcióval vádolt, gyanúsítotti kör. Adóhatósági dolgozó. A nyomozást a Fejér megyei rendőrség 2010-ben kezdte meg, mivel a bűnszervezetben elkövetett vesztegetés több adóhatósági osztályvezetőt is érintett, az ügy átkerült a központi nyomozó főügyészségre. A megye egyenruhásai azonban ezután is aktívan vettek részt a felderítésben. Bizonyítási eszközöket sikerült lefoglalnunk, illetőleg az APEC-tól, tehát a NAV-tól az új tényállásokhoz, az új gyanúsításokhoz szükséges eljárás előtte is teljes körben lefoglalásra kerültek. Tehát gyakorlatilag mindent, amit szerettünk volna, sikerül biztosítani. A korrupciós ügyben gyanúsítottként a NAV Közép-Dunántúli igazgatóságának munkatársai közül eddig összesen 15-en érintettek. Közülük néhányan nem kapták még meg a felmondó levelüket, de a napokban a főosztályvezető szerint az ő elbocsátásuk is megtörténik. Burillák Attila azt mondja, ennek ellenére sincs szakember hiány a székesfehérvári intézményben. Mi sem értjük, hogy miért pont Székesfehérváron történtek ezek az esetek. Azt tudom mondani, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál több kollégánk is foglalkozik kockázatelemzéssel, tehát különös figyelemmel vizsgálják azokat a területeket, fizetési könnyítés, a végrehajtás, behajtás és az ellenőrzés egyes területei. A gyanúsítottak többsége nem tett vallomást, de olyanok is voltak, akik beismerték tettüket. A házkutatások eredményesek voltak. A bűnszervezet működése összesen mintegy 100 millió forintos kárt okozott az államnak. A vállalkozók és a magánszemélyek átlagosan 2-300 ezer forinttal vesztegették meg a hivatalos személyeket, cserébe pedig jogosulatlan kedvezményeket vettek igénybe. Vállalkozók, akik vagy a működésüket akarták fenntartani azzal, hogy az inkasszókat halogassák vagy töröljék az ő vonatkozásukban, vagy éppen már így is úgy is bedőlt volna a vállalkozásuk, és szerették volna abból a vagyont minél eredményesebben kimenteni, vagy éppen a konkurenciával akartak adóhatósági eszközökkel leszámolni. A főügyészség szóvivője azt is elmondta, hogy a nyomozást a csütörtöki házkutatás után sem tekintik lezártnak, de nagy valószínűséggel ennek az ügynek nem lesz több gyanúsítottja.